Mintegy 50 munkás dolgozik a birkozóknak szánt épületen. A felvételen azt láthatjuk, hogy a kupola érintkezik a tetőszerkezettel és a helyére kerül. Ha az időjárás engedi, az új év első napjaiban már a belső falak vakolása és a külső hőszigetelés munkálata is elkezdődhetnek. Bízunk benne, hogy a szeptemberbe berehangozott szakmai munka is el tud kezdődni. Tehát paralel az mellett, hogy ugye építkezünk, tehát az épületet fizikai értelemben megvalósítjuk mi, elkezdtünk beszélgetni a sportegyesületekkel is, tehát ott valahol május végéig nekünk tudni kell, hogy kik lesznek azok a fiatal birkozók, akik majd belakják ezt az épületet, akikkel majd itt megkezdődik a szakmai munka. Az év folyamán figyelemmel kísérték a fiatal birkozók munkáját és eredményeit, de végül a szakmai stáb dönti el, ki kerülhet az akadémiára. A legtehetségesebb gyerekek kerülnek. Az nem jelenti azt, hogy ide csak bajnokok fognak idejönni, mert persze ugye ehhez egy komoly döntés kell a családokon belül is, hát ezek a gyerekek kiszakadnak majd a családból. A gyereknek is egy külön, hogy így mondjam, döntés kell, hiszen itt azért az eddig megszokott heti 3 edzés fölváltja egy minimum 6, de 8 edzés is hetente. Ettől függetlenül minden versenyző marad az anyaegyesületében, és az elért eredményét ott jegyzik továbbra is.